Augusztusban az ökológiai helyzetünk, vagyis az élő környezet egymással való kapcsolata, és az életmódunk kérdéseivel foglalkozunk. Azzal a kérdéssel, hogy a fogyasztói társadalomban hogyan fogyasszunk és éljünk észszerűen, vagyis egyszerűen. A Jézus Krisztusi evangélium üzenet lényegéhez tartozik a javaink megosztása és a velük való helyes gazdálkodás kötelessége, a fölösleges fogyasztás és felhalmozás kerülése, az élő környezet megbecsülése és gondozása. Mindezeknek lényeges összetevője az, hogy saját magunkkal, testünkkel, lelkünkkel is helyesen kell bánnunk. Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóságának igazgatója feladatainkról így fogalmaz: a Föld és minden, ami rajta benne van, az emberiség közös kincse, közös jövője. Nem lehet önző érdektől, profit és hatalomvágytól vezettetve elpazarolni a közös vagyont. Valamilyen szinten minden ember felelős a jövőért. Az egyéni és kollektív kapzsiság ellentétes a világ mindenség rendjével, melybe mélyen vésettek bele az egymástól és az alkotótól való függés örök törvényei is. A legfontosabb, amit rögzítenünk kell magunkban és másokban, hogy az élet minden formája tiszteletre méltó. Ebben a tiszteletben az alkotásnak és azon keresztül alkotójának is részesülnie kell. A természetben minden élőlénynek meghatározott szerepe, feladata van. Biztosak lehetünk abban is, hogy fogyasztási, vásárlási, közlekedési szokásaink vagy szabadidőnk eltöltésének módjai, ha közvetve is, de befolyásolhatják természeti környezetünk állapotának alakulását, írja Füri András. Cseréljük hát ki egymással hasznos és jó tapasztalatainkat. Tisztelettel vigyázzunk az életre magunkban, és másokban, és körülöttünk. Megjött a futóbajnok a Szúnyog-szigetre. Mindig a két gyerekkel szokott menni edzésre verseny előtt? Nem, soha nem szoktam a két gyerekkel menni edzésre, mert hát ők még nem tudják velem tartani a lépést. Néha előfordul, hogy biciklivel jön mellettem a fiam, de hozzá meg túl lassú vagyok futásból, úgyhogy még nem passzolunk annyira. Kézlabdáztam nagyon sokáig, atlétikáztam középiskolában, de aztán volt egy pár év, amikor nem csináltam semmit. Utána egyszer csak elkezdtem futni, ugye, amikor a két gyerekem megszületett, és azóta végül is sportolok rendszeresen. És közben aztán tanítónéni, tanárnéni lett. Igen, és nagyon szeretem a munkámat. Úgy érzem, hogy a gyerekek nagyon sokat adnak nekem szeretetet, tanítanak is az életről rendesen. 3, 2, 1, ezért nagyon boldog vagyok most, hogy végre sikerült a testvéremet, meg testvéremmel összeegyeztetni most, hogy el tudja jönni a versenyre, mert elég messze lakunk egymástól. Amikor ebben az iskolában elkezdett tanítani a Zöldliget általános iskolában Belencén, akkor már ez baptista iskola volt? Nem, akkor az önkormányzat által fenntartott iskola volt, csak amikor át szerette volna venni az állam, ugye minden iskolát átvett, akkor szavaztak a tanárok, hogy a baptista szeretett szolgált által legyen fenntartva, vagy a klik által, és hiszem 98%-ban a baptista szeretett szolgálatra szavaztak, és akkor így lettünk baptista iskola. Ideális helyszín ez az edzésre? Meg most úgy tűnik a versenyre is, mert azért is randevúztunk itt, mert hogy itt néhány óra múlva elkezdődik egy esti verseny. Igen, ez egy edzés lesz. A tó körül a futó bolondok
mert végülis azok vagyunk szerintem, aki ilyen sokat fut. Összegyűlünk, és akkor teszünk egy tókört, tehát ez nem arról szól, hogy itt versenyzünk, ez csak egy ilyen önkéntes dolog, aki akar megy, biciklis kísérőket is várnak, tehát ez egy nagyon klassz dolog szerintem, hogy így összehozza a futó közösséget, amelyik egyébként egy nagyon összetartó közösség. Tehát futók egymásnak segítenek versenyen, gyúrjuk egymás lábát, hogyha látjuk, hogy behúzzuk a célba, tehát ez egy nagyon, nagyon klassz dolog szerintem, hogy ilyen a hozzáállásunk, hiszen nem egymás ellen vagyunk, mert a táv mindenkinek ugyanolyan, és ez nagyon jó szerintem. Tehát nem egymás ellen vagyunk, hanem egymásért, meg egymás mellett. Nekem a félmaratonnál volt ilyen, amikor begörcsölt a lábam is, és ott segítettek nekem, gyúrták a lábamat, bíztattak, gyere, gyere, ne add föl, gyere, már nem sok van hátra, már csak 2 kilométer, és ez egy nagyon-nagyon szuper érzés volt. Mert hogy én eddig általában versenyen egyedül mentem. Most találkoztam egy lányjal, akivel a Balatonon együtt futottunk, és ott megismerkedtünk egy nagyon kedves, aranyos, icipicike hölgy, és ő kérdezte most, hogy KNH félmaraton, és akkor most így elgondolkoztam, hogy júniusban lehet, hogy akkor elindulok rajta. 3 kilométer! Még volt egy érdekes a Vivicsitán is egy hölgy, aki például úgy tudom, hogy akkor állt föl nem olyan rég a tolószékből, és végülis ő csak végig gyalogolta a távot, de hogy 2 bottal, de megcsinálta. Ez egy fantasztikus dolog szerintem. Tehát olyan csodák történnek ott, olyan emberek kezdenek el futni, ez fájt, az fájt, ilyen betegség, olyan betegség. Tehát, hogy tulajdonképpen nincs lehetetlen. Ez a futás ezt bizonyítja. Bárki meg tud csinálni 10 kilométert, ha eleget ed, szerintem. 60 éves is volt egy bácsi, félmaratonon, azt hiszem 76 éves volt, meg 80 évest is láttam, tehát hihetetlen. Az edzés után, meg a verseny előtt most leültünk ezen a helyszínen. Egyébként ez hány kilométerre van az otthonától? Hát ez 6 kilométerre van körülbelül az otthonomtól, és akkor ezt oda-vissza meg szoktam tenni, általában idáig el szoktam futni. Ugye ez elég magasan, hogy ez a Mészekhegy gyakorlatilag, vagy hát kicsit arrébb. És akkor itt leülök, csodálom a Jóisten keze munkáját, gyönyörködöm a tóban, a nádasban. Meg itt hihetetlen nyugalom és béke van, általában reggel szoktam futni, nincs itt senki, és aztán visszaindulok. Nagyon sok férfi futhat maga után, mondjuk, amikor nem női versenyről van szó, mert végtelenül csinos. Gondolom, hogy ezt még a nők is megjegyzik. Hát érdekes módon a nők szerintem többet bókolnak, mint a férfiak. Nem tudunk bókolni? Nem. Régen is ilyen alakja volt? Hát sokan mondták, hogy megváltozott az alakom, tehát teljesen más lett. Nem a futásban rejlik a csoda, vagy annak az örömében, hanem valami pluszt ad. De ki? Vagy mi? A közösség? A Jóisten? Tehát nem elég az, hogy hiszünk, az nagyon-nagyon fontos dolog szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy a hit önmaga rengeteg mindent tud pótolni, és nagyon sokat segít, de az nem elég, hogy ülök a szobában, a 4 fal között, és én hiszem, hogy meggyógyulok. Tehát én azt gondolom, hogy a tetteket, tehát először van a hit, és utána a tetteknek kell következnie, ami azt jelenti, hogy a testem a Szent Szellem temploma. Tehát ez azt jelenti, hogy az én testemet tisztán kell tartani, karban kell tartani, hiszen a Jóisten lakik bennem, Jézus. Ez azt jelenti, hogy diéta, ugye, tehát én elég kevés dolgot eszem, barna rizs, zöldség, gyümölcs, különböző ilyen mindenféle dolgokat iszok, gyógytejákat, stb. És hát maga az edzés, amivel elősegítem azt, hogy oxigéndús vér kerüljön a szervezetembe. Mesél az étkezési szokásairól, meg hogy sokat edz, de tulajdonképpen ez nem csak azért történik, mert nagy versenyeket akar megnyerni, hanem az élete nagy versenyét akarja megnyerni. Hiszen nem is tudom mikor, talán 1 évvel ezelőtt, vagy már régebben, 1,5 évvel ezelőtt részt vett egy vérvételen, és ott valami nagyon furcsa dolog történt. És akkor derült ki, hogy a májfunkcióm az magas, és akkor mentem el egy ultrahangra,
akkor derült ki, hogy gócok vannak a májban, és utána mentem kórházba. A gasztroenterológushoz először, ő már lelet alapján mondta, hogy ez vastagbélrák májátétel, tehát ő azonnal megmondta a leletek alapján. De bekerültem, még ott CT-ztek, meg mindenféle vizsgálatok voltak, és utána mondták meg végül is, hogy igaz a diagnózis. Hogyan kezelte, hogyan fogadta ezt? Nekem az jut eszembe egyből, hogy egy fit, sportos, fiatal asszony két gyermekkel megkapja ezt a hírt, hát a legtöbb ember kétségbe esik. Elkezd aggódni és összeomlik. Önnel is ez történt? Hát szerintem ez minden ember átéli ezt a félelmet, csak az a kérdés, hogy mennyi ideig. Tehát, hogy ez most pár hét után helyén tudja kezelni, vagy évekig ebben a csapdában van. Tehát nekem nem olyan sokáig tartott. Valahogy ezt egy ilyen jelként fogtam fel inkább a jó Istentől, hogy rossz fele megy az életem. Tehát én nem feltétlenül úgy fogtam fel, hogy ez nagy baj, hanem hogy csak egy ilyen jel, hogy változtatnom kell, nem jó fele megyek, hogy az utolsó figyelmeztetés arra, hogy nem jól csinálom a dolgokat. Nagyon sok ember nem véletlenül lesz hívő akkor, amikor valami baj van az életében. Tehát a szükségben van az Úr legjobban. Tehát ez annyira természetes, hogyha bárkinek anyagi problémái lesznek, vagy szétmegy a családja, vagy betegsége van, akkor hirtelen ott áll, és az, amiben hitt, az, amiben azt gondolta, hogy az örökké fog tartani, az kiderül, hogy ez egyáltalán nem tart örökké. És ilyenkor kell egy olyan dolog, egy olyan kapaszkodó, ami tudom, hogy örökké van. Tehát például Isten és Jézus szeretete, az megvan. Tehát ez lesz, van, volt. De olyan csodálatos dolog, be lehet kapaszkodni, hogy egyszerűen, tehát ha az ember már arra gondol, hogy Jézus szereti őt minden nap, és akkor is szereti, ha bármit csinál, tehát nem kell megfelelni, vagy te neki úgy is jó vagyok, ahogy vagyok, tehát a hibáimmal együtt, meg a nem tudom. Mondataiból azt tűnik ki, hogy éli a hitét, de mindig ilyen volt, mert én azt hallottam, sőt valahol nyilatkozta is, hogy hát olyan aggodalmaskodó ember voltam, hogy csak nem. Igen, és nagyon is adtam, túlságosan adtam más emberek véleményére. Tehát ha valaki mondott rám ítéletet, akkor én azt gondoltam, hogy ez biztos igaz, és akkor én hetekig ettől nagyon rosszul tudtam magam érezni. Vagy annyira számított, hogy most mindenki mosolyogjon rám aznap. És ha valaki nem rám mosolygott, akkor egyből elkezdtem gondolkodni, hogy most biztos velem van baja. Tehát ez a tipikus emberi dolog szerintem. És a kórházban történt, hogy ott megtértem. Tehát ott elmondta a megtérő imát egy keresztény házaspárnak. És a Sándor hívott fel, a Szenci Sándor, a szeretett szolgálat elnöke, és ő fejezte ki azt, hogy a jó kívánságait, és azt mondta, hogy szurkolnak, imádkoznak értem, és hogy imaláncot indított értem a baptista közösség. És mondott egy érdekes mondatot Szenci Sándor, igen, a szolgálat igazgatója, hogy mi kell a igazi gyógyuláshoz. Igen, azt mondta, hogy kell egy jó beteg, egy jó orvos, meg a jó Isten. Önnek ez megadatott minden három? Hát én nem hiszem, hogy én egy jó beteg vagyok orvosi szempontból. Tehát mivel én egy kemót vettem föl csak, és mivel itt Magyarországon általában az orvosok a kemoterápiát javasolják, tehát én nem gondolom, hogy én egy jó beteg vagyok. Az biztos, hogy a műtétnek alávetettem magam, tehát a vastagbélből ezt a daganatot kioperálták, de ugye kemoterápiát javasoltak, és egyet fölvettem. Akkor attól nagyon rosszul éreztem magam, kihullott a hajam is, már egy után ez olyan rémisztő volt, hogy mi lehet benne, hogy már egy után az összes ilyen gyorsan növő sejtemet ledarálja. Tehát nekem ez olyan szörnyű volt, hogy akkor belül mit csinálhat, mi történhet velem, mi lesz, hogyha két hét múlva újra mennem kell, és mi lesz, hogyha már ötöt vagy hatot fel fogok venni. Akkor mi fog velem történni? Tehát engem ez annyira megrémisztett, és ráadásul imádkoztam is sokat, meg kértem a jó Istent, hogy valami új kutatást adjon. És akkor én úgy éreztem, hogy hát valahol ezt az első kemót is inkább ilyen külső hatásra vettem föl. Tehát az embereknek ugye az van, hogy rák, kemoterápia, tehát ez ilyen
ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt, tehát amikor így ilyen logikai kapcsolat van a kettő között, tehát hogy egymás után ez következik. És mindig mondták, hogy van két gyereked, neked meg kell gyógyulnod, meg hát ugye a máj áttét az egy elég szörnyűn hangzik, tehát ha valaki kimondja, hogy úristen, máj áttéted van, akkor ez egy borzasztó, tehát egy átlag ember meghallja és kész van. És akkor ezért végül is felvettem azt a kemót, de aztán utána azóta nem, ez volt januárban, és azóta nem vettem fel egyet sem. De verseny ez azóta. Igen, ez az érdekes, hogy amikor volt vérvételem, és akkor vasam 3 volt. Ez azt jelenti, hogy nekem nem is tudnék futni. Tehát 3-as vassal, ha az ember kimegy az utcára, akkor 3 méter után elájul. Ez a normális. Nekem volt ilyen 18 éves koromban, ugyanez volt a bajom. Csak akkor el is ájultam. De most már nem. Tehát most meg 21 kilométert lefutottam. Tehát nem tudom, mi történik velem, de nagyon érdekes dolgok vannak. Tehát csoda. Hát elmondta néhány perccel ezelőtt. Csodák. Igen, csodákon. Igen. Csodák. Csodák, és sok ember, olyan emberek bukkannak fel az életemben, olyan helyzetekbe kerülök, hogy érzem az Úr szeretetét. Tehát ezt nem tudom másképp kifejezni, hogy szokták mondani, az Úr a tenyerén hordoz, tehát tényleg így van. És követik is önt, legalábbis olyan értelemben, hogy azért indulnak el egy-egy versenyen, mert hallották, hogy Sziget Szilvia az áttétes rákos beteg legutóbb is kitűnő eredménnyel futotta le a 10 kilométeres meg a félmaratoni távon. Igen, például volt kolléganőm is, írt nekem, hogy én vagyok a példaképe, és hát mondjuk nem gondolom, hogy én mondjuk egy példakép vagyok, tehát így annyira nem vagyok tökéletes, sőt, tehát abszolút nem, szóval nekem ez így nagyon furcsa, hogy azt mondják, de hogy valamiért ez így megragad az emberekben, és olyan dolgot váltok ki talán, hogy akkor ő is változtat az életén, mielőtt még bekövetkezne az, ami nekem, tehát hogy hamarabb. Tehát, hogy talán elgondolkoznak, és ráébrennek, hogy akkor jó fele megy az életem? Tehát, mert ugye én sok helyen nyilatkoztam azt, hogy nekem nem jó fele ment az életem, tehát, hogy ez egy változásra volt szükségem, hogy volt barátnőm is mondta, hogy nagyon elgondolkozott, hogy jó irányba halad az ő élete, vagy nem jó irányban, tehát, hogy így elgondolkodnak, és talán változtatnak. Ő most teljes békességgel elfogadta, hogy rálépett a gyógyulás útjára, vagy már gyógyultnak nyilvánították? Nem nyilvánítottak gyógyultnak, ott vannak az áttétek. Fájdalmai gondolom csak vannak. Nincsenek, semmi. Semmi, semmi. Tehát ugyanúgy kelek föl, mint minden átlagos ember. Semmi, nincs. Tehát szoktunk menni néha egy orvosokhoz, mert a Sándor mindig erőlteti, hogy na akkor menjünk el orvoshoz, de most már aztán valamelyik történnie kell. És akkor mindig elmegyünk egy orvoshoz, és akkor javasolják a kemoterápiát, és akkor nem veszem föl. Tehát ez így bennünk ezekben a körökben, hát így mindig megjárjuk. Ki unja meg hamarabb? Nem tudom. Akkor csinálnak egy CT-t, akkor jaj, mert ott vannak az áttétek, oké, akkor megyünk tovább, tehát ez így van. De a napjaimat úgy mire, mint minden átlagos ember, hát reggel fölkelek, akkor úgy szoktam, hogy hálát adok a jó Istennek azért, amin van, meg köszönök neki, meg hát csodálom mindig, mert hogy ő egy nagyon csodálatos lény, nem tudom, hogy nevezzem őt, a teremtő, és utána minden ugyanúgy zajlik, mint egy átlag embernél, semmi különös. Elmegyek futni, vagy reggel, vagy este, valamikor nem megyek futni, akkor körbe biciklizem a tavat, tehát semmi nincs körbevésve. Igazándiból, hát Isten tiszteletre el szoktam járni minden vasárnap, benne van a Bibliában, tehát hogy ne aggódjunk, rengetegszer, ne féljetek, ez annyiszor benne van, ne féljetek, ne aggódjatok, a Jóisten betölti a szükségeiteket, tehát innestől kezdve, ha ugye a másik, hogy ha Isten velünk ember, mit áthat nekünk, ez a másik nagyon fontos dolog, tehát akkor... Tehát akkor, ha valamit meg kell történni, megtörténik, ha nem kell megtörténnie, nem történik meg. Tehát a Jóisten vigyáz rám, szeret engem. Voltunk egyszer egy női alkalmon, amikor így ilyen keresztény nők összegyűlnek, és akkor így bizonyságot is tesznek, meg tanulunk, átmegyünk az élet
életünk születéstől egészen a máig, és akkor imádkozunk azért, hogy azok a sebek begyógyuljanak, hogy a Jóisten segítsen nekünk begyógyítani, mert minden embernek vannak sebei gyerekkorából, fiatalkorából, ugye, és ezeket ugye hordozzuk magunkkal. Egy átlag ember olyan sebeket hordoz, hogy a szörnyű, borzasztó. És ugye ezt nem tudjuk egyedül lerakni, tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon nehéz, még a Jóistennel is lerakni sokszor nem, hogy egyedül. És akkor ott úgy van, hogy mindenki kap egy új nevet, imádkozik egy új névért. És hát az én nevem az lett, hogy nagykövet. Napon a húgom egyik kolléganőjéért futok, aki szintén rákos beteg, mint én, és nemrég műtötték, úgyhogy most ő érte futok, hogy javuljon az állapota. Több évtizedes sportriporteri és sportszervezői munkája kapcsán milyen új dolgot mutatott meg Sziget Szilvia? Nagyon-nagyon sokféle sportolóval, sportvezetővel találkozhattam a 4 évtized alatt, amióta sportújságíróként dolgozom. De azt hiszem, az ő esete mégiscsak valahol egyedi, hiszen nagyon sok kitartásból tökéletes sportembert ismerhetünk meg, az olimpiai bajnokok egytől egyig, világbajnokok egytől egyig. De az ő kitartása az mégiscsak valahogy más, és egy nagyon komoly üzenetet tartalmaz ez a fajta hozzáállás, amit ő képvisel, hiszen egy olyan úton megy, amin nagyon nem kísérte hosszú időn keresztül senki, csak egyedül halad. Na most a sportember az általában azért nem ilyen, vagy a csapatban, vagy legalább az edzője, vagy valaki támogatja, aztán később a szurkolók, és a többi, és a többi. És én azt tisztelem benne nagyon, és tartom különlegesnek, hogy egyedül volt képes eljutni nagyon-nagyon messzire, és ezt meg akartam mutatni másoknak is, mint egyfajta példát. Én azt gondolom, hogy a hívő embereknek is ez minden nap egy harc. Tehát olyan nincs, hogy valaki megtér, és utána minden szuperul úgy van, ahogy kell lennie, és minden tökéletesen élem a napjaimat. Tehát szerintem, aki ezt gondolja, az nem egy reális dolog. Tehát ez minden nap harcolni kell szerintem az embernek a saját emberi mi voltával, a negativizmusával, az, hogy mi a rossz felé néz, az, hogy az embereknek ad a véleményére, az, hogy a saját maga a legfontosabb saját maga számára, és minden önmagából indul ki, és önmaga a legfontosabb. Szerintem ezzel minden keresztény minden nap harcol. A megtestesült példa arra, hogy igenis hinni lehet, hinni érdemes, és hinni kell, mert olyan dolgok történhetnek meg, amire az ember úgy Isten igazából talán nem számít, vagy legalábbis egy ideig nem számít, de amikor jön egy jel, és azt a jelet képes feldolgozni, és megfelelő irányba tolni, akkor ez a hit nagyon meg tud erősödni. És nem akkor történnek az áttörés, amikor konkrétan a vízben merültem, mert ilyenkor az úgy szokott zajlani, nem mindenki tudja, hogy kapunk egy igét, amit el kell mondani előtte, bemegyünk a vízbe, és akkor elmondjuk ezt az igét, és utána végig bemerítenek ugye teljesen a fejem búbjáig, aztán az ember visszajön, és végig meghal az új ember, a régi ember, és feltámad az új ember, aki már Krisztussal jár. És utána másnap volt egy istentisztelet, amikor ilyenkor imádkoznak, vannak olyan emberek, akik imádkoznak azokért, akik bemerítkeztek. És akkor értem is imádkoztak, és értem a Szent Cikati imádkozott a Sándor felesége, és akkor ott történt valami. Tehát én nagyon-nagyon sokat ott zokogtam, sírtam, és ott nagyon olyan élményben volt részem, olyan felszabadulás, mint hogyha felszabadultam volna a kötelékek alól, vagy nem tudom. És ott azóta ott egy fordulatot vett az életem. Tervem a maraton, azt nagyon-nagyon szeretném megcsinálni. Azt mondják, hogy aki a maraton megcsinálja, az ott kezdődik a futás. Tehát az igazi futás ott kezdődik. Nem véletlen, hogy kevesen is indulnak rajta, tehát nem annyi, mint egy félmaratonon. Egy félmaratont úgy is le lehet futni egyszer, hogy valaki 5 kilométer lehetsz, de egy maratont már nem lehet, de komolyan kell készülni. És akkor, ha lefutom, akkor úgy érzem, hogy ha én lefutom a maratont, akkor
akkor vége a betegségnek. Nem tudom, ez miért gondolom, de valahogy ez van a fejemben. Kívánom azt, hogy mondjuk kb. 50 év múlva forduljon meg a fejében az a gondolat, hogy Pál apostolnak, hogy futásomat elvégeztem.